Hiszek egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. Évszázados kincsünk, a bácskai vőfély hagyomány. A magyarok életének egyik legfontosabb eseménye a házasságkötés. A lakodalom körül egész szertartásrend alakult ki, amelyhez szakemberre van szükség. Az ő feladata az ünnepélyesség emelése, a szórakoztatás és nem utolsó sorban a rend és fegyelem biztosítása. A lakodalom költészete ma is élő hagyománya délvidéki magyar lakta településeken. Ezek a versek vagy az emlékezetben, vagy a szájhagyományban élnek, vagy kézzel írott füzetek kéziratos másolatairól olvashatók. A 18. századtól kezdve ponyva nyomtatványokon is jelentek meg vőfély szövegek és versek, amelyek drága vásári portékának számítottak. Ezek szerzői korábban udvari diákok, iskolamesterek, tanítók, kántorok lehettek. Kimutatható a nemesi lakodalmak hatása. A mitológiai utalások műveltebb versfaragókat sejtetnek. A Pacséri vőfélykönyv kéziratos füzetet Borús Rózsa Bácskai lakodalmak című kötetében közölte. A környék híres vőfélye volt Bodor Egri Péter, Katona Vince, Úri Ferenc, Kaszás Kálmán. A 19.-20. században a bácskai vőfélyek többsége földműves volt. Közülük sokan 70 éves korukig hivatásszerűen foglalkoztak mesterségükkel. Akkoriban két jó nap számért szolgálták ki a lakodalmat. Ha sikeresek voltak, hónapokig beszéltek róluk. Manapság a bácskában tevékenykedő 35-40 hivatásos vőfély szervezetet alakított. Egyrészt a saját önképzésük hatékonyabbá tételére, másrészt a vőfélység, mint tevékenységi forma népszerűsítésére. Rendszeresek a tematikus előadások, vőfélversenyek és vőfélbálok. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.